több a közfoglalkoztatott. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly havonta átlagosan több mint 32 ezeren vettek részt a programokban. Egyszerűbb adózás. Február 1-jéig még kérhető, hogy az adóhatóság készítse el az SZIA bevallást. Kedvező időjárás, jól teleltek az őszi vetések, a gyümölcsösökben pedig a fagyok után újra megkezdődtek a meccések. Tavaly havonta átlagosan több mint 32 ezeren vettek részt közfoglalkoztatásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, derül ki a Belügyminisztérium adataiból. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A legtöbben az úgynevezett járási start munka mintaprogramban vettek részt, azon belül is a mezőgazdasági munkákban. Az országos közfoglalkoztatási programot megvalósító Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnál pedig most is jelentős a létszám, mintegy 2100 főt foglalkoztatnak. Évről évre nő a közfoglalkoztatottak száma, míg 2013-ban havonta 18 ezeren, addig 2015-ben már átlagosan több mint 32 ezeren dolgoztak a különböző programokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A jelenlegi közfoglalkoztatási program 2015 márciusában kezdődött és idén február végéig tart. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnál most is magas létszámmal dolgoznak a programban, itt 2100 főt foglalkoztatnak. A téli időszakban a legjellemzőbb munka a cserjeírtás. Természetesen folytatjuk, mondhatnám azt, hogy mint 20 éve mindig most is folytatjuk, mert lehetőséget kapunk rá egyrésztről, másrésztről a feladataink megvannak. Tehát március 1-től folytatás következik, mai ismereteink szerint 2149 fő átlag létszámmal egy éves időtartamban. A feladataink adottak, hasonlóak, mint a korábbi években, tehát nyári időszakban elsősorban kaszálás, erdőápolás, télen pedig cserjétás, hóertakarítás, műtárgyak karbantartása, magas építmények karbantartása. Feladat tehát van bőven, összességében végül is munkanélküli álláskereső is van, így tehát a két dolog találkozik, a feladat és a lehetőség, úgyhogy folytatjuk. A fetivízi közfoglalkoztatottjai térségünk valamennyi településén dolgoznak, többek között az ártereknél kaszálnak, az erdőket ápolják. A megye egész területén mondhatom azt, hogy minden településen ott vagyunk, hiszen a műveink is megye szerte találhatók, hanem is pontosan a megyében, de mindenütt a legapróbb falvakban is. Tehát az a jellemző, hogy nem városban, ritkán dolgozunk városban, hiszen ott kevés létesítményünk van, inkább a falvakban, illetve hát jellemzően külterületen. Az úgynevezett közfoglalkoztatási mutató két év alatt több mint 3%-kal emelkedett a megyében. A Belügyminisztérium legfrissebb, tavaly novemberi adatai alapján ez a szám 7,99%. Február 1-jéig még kérhető, hogy az adóhatóság készítse el az SZIA bevallást. A magánszemélyek többféle bevallási forma közül választhatnak, ezekről a napokban folyamatosan érdeklődnek az adóhatóságnál. A NAV Nyíregyházi Igazgatóságán a munkáltatók számára tartottak tájékoztatót, annak érdekében, hogy minél több foglalkoztatott a számára legelőnyösebb formát válassza, és a bevallást hibátlanul határidőre teljesítsék. Február 1-jéig a munkáltatótól kapott nyomtatványokon, vagy ha a magánszemélynek nincs munkáltatója, a NAV honlapjáról letölthető 15N31 jelű nyilatkozattal kérhető, hogy az adóhatóság készítse el a bevallást. Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akiknek tavaly kizárólag munkáltatótól származó jövedelmük volt. Nagyon fontos megemlíteni, hogy azok, akik nem élhetnek ezzel a bevallási lehetőséggel, tehát azok az adózók, akik családi kedvezményt kívánnak érvényesíteni, február 16-áig kérhetik az egyszerűsített bevallási lehetőséget. Az adónyilatkozattal az 1+1%-ról nem lehet rendelkezni. Azok a munkavállalók, akik egy munkáltatónál dolgoztak az előző évben, az egyszerűsített bevallást február 15-éig kérhetik. A 15-53-ny számú nyomtatványt kell használni.
használniuk. A családi adókedvezményt igénybe vevők, az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetők kérhetik ezt a formát. 2015-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 30 ezer adózó élt az egyszerűsített adózás lehetőségével. Bevallási egységcsomagra azok számíthatnak, akik tavaly saját maguk nyújtották be személyi jövedelemadó bevallásukat, és 2015-ben bevallásra köteles jövedelemre tettek szert. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 204 ezer SZJA bevallást a munkáltató vagy a magánszemély nyújtott be az adóhatósághoz tavaly május 20-áig. Az idén a 1553-as lapot kell elektronikusan letölteni ehhez. Ugyanígy az egyéni vállalkozóknak is számukra február 25-e a jogvesztő határidő, ugyaneddig kell az SZJA-t is befizetniük. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 236.900 kitöltött nyomtatvány érkezett a NAV-hoz, amiből 69 ezeret elektronikusan töltöttek ki. Jól teleltek az őszi vetések, kedvez az időjárás az éppen aktuális mezőgazdasági munkálatok megkezdéséhez, tájékoztatta televíziónkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, jelenleg a meccések folynak, de hamarosan megkezdődhet a földek trágyázása is. A mezőgazdaság számára a természet pihenése nem jelent megállást. A földeket és az éppen téli, vegetatív állapotban lévő fákat ilyenkor is gondozni kell. Az időjárás pedig most kedvező, mind a már elvetett termények számára, mind az éppen aktuális feladatok elvégzéséhez. Az őszi betakarítások elhúzódtak egy kicsit, a csapadékos időjárás, ami nagyon később, de megérkezett, ezért sok helyen a vetéseket úgymond egy kicsit későn vetették el, de hál' Istennek ez az enyhe időjárás, ami volt végig egész decemberben, ez biztosította azt, hogy az őszi vetésűek jól teleltek. Most jött rá egy kis hótakaró is, igaz, hogy nem nagy, de betakarja annyira, hogy ez a -4, -5 nem árt neki, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az őszi vetésűek a tavasznak, majd ha így marad az ide, akkor elég fejlettségi állapotban fog neki indulni. A kertészetekben és a gyümölcsösökben az időjárás függvényében tudnak haladni az éppen aktuális feladatokkal. Jelenleg a gyümölcs termesztésben a meccési munkálatok folynak. Ez a meccés elkezdődött már a tavalyi év november vége, december környékén, ugye egy nagyon jó volt az időjárás, bár volt esős időszak is, mint hogy visszaemlékszünk, de ezek a munkálatok már akkor elkezdődtek. A nyugat-európai országokhoz hasonlóan, én is úgy gondolom, hogy ezeket a munkálatokat már el lehet kezdeni. Igazából nem kell félni a fagytól, bár betartva a technológiai fegyelmet, a meccési fegyelmet, nyugodtan el lehet kezdeni. Jelenleg az időjárás úgymond kegyes hozzánk, bár az elmúlt napokban eléggé hideg volt az idő, volt, hogy -20, -22 fokot is mértünk. Ilyen időben, -5 fok alatt, vagy nagyon hideg időben nem végezzük a meccést, de úgy az előrejelzések alapján úgy látszik, hogy ezt a meccés munkát lehet folytatni, illetve mind szántóföldön, mind gyümölcsben a trágyázásokat, szerves trágyázásokat el lehet kezdeni. A meccési munkák várhatóan egészen áprilisig elhúzódnak a gyümölcsösökben. Ezzel egy időben, amíg járhatók a fagyos földek, megkezdik a talajok előkészítését és a trágyázási munkákat is, tette hozzá a szakember. Következmények nélküli országban élünk, jelentette ki nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. A politikus példaként említette a 888.hu-n megjelent cikket, amelyben Tóbiás József MSZP elnök feleségét és kislányát gyalázták, akiknek semmi közük a politikához. Halmi József szerint 2010 óta nem jó irányba halad az ország, olyan dolgok történnek, amik miatt sokan külföldre költöznének. Milyen ország ez? Teszem fel a kérdést, ahol a helyi helytartók döntenek, ezek az országgyűlési képviselők, fideszesek, pénzek elosztásba, álláshelyek betöltése. Milyen ország az, ahol a gyermek éhezésre szánt pénzt stadionra csoportosítják át, vagy ahol a szegénység szót nem lehet használni? Felháborító, azt gondolom, ez az ország nem jó irányba megy, és az a közvéleménykutatás, ami meg azt mondta, hogy nagyon sok ember legszívesebben elmenne ebbe az országba, nem szeretnek a magyarok Magyarországon élni, mert ez egy diktatúra és nem demokrácia.
Másodfokon jogerősen munkaügyi pert nyert a nyíregyházi városüzemeltető és vagyonkezelő nonprofit Kft. Volt munkatársa, hangzott el Helmeci László nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A bíróság kötelezte a nyírvévét mintegy 4 millió forint elmaradt bér és kamatai kifizetésére, valamint a munkavállaló visszavételére. De számomra megnyugtató, azért csak 3 éve folyik ez az ügy, örülök neki. Ma bementem a munkahelyemre, érdekes dolgok történtek, nem tudtam a jogásszal beszélni, de tudtam beszélni a munkaügyessel, meghagytam az elérhetőségemet, hogyha úgy gondolja a vezetés, hogy fel akarja velem menni a kapcsolat, már pedig fel kell, hogy vegyek kapcsolatot, és a törvény betartása az rájuk is vonatkozna. A nyíregyházi törvényszék immár jogerősen mondta ki, hogy az Orosz Zoltán eltávolítása a nyírvévétől jogellenes volt. Kötelezték olyan 4 millió forint körüli kártérítés megfizetésére a nyírvévét. Hangsúlyozni szeretném, ez a városlakók pénze, amit fölöslegesen fizetünk ki, ugye? Mert egy törvénytelen felmondás. És hát ami érdekes, hogy ugye kötelezték arra is a nyírvévét, hogy az eredeti munkakörébe foglalkoztassa. Az ítélet készhezételétől számított 15 napon belül végre kell hajtani ugye ezt az ítéletet. Idén február 14-én rendezik meg a Szabolcs kupát. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A hónap műhelye címet kapta decemberi eredményei alapján a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület. Az elismerésre a legjobb utánpótlás nevelő egyesületek, szakosztályok pályázhatnak. A nyíregyházi lövők közül Agárdi Vilmos az elmúlt héten kiharcolta az Európa-bajnoki szereplés jogát. Nem tervez jelentős változtatásokat Kvaka Árpáda, a Magyar Labdarúgó Szövetség új Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatója. A sportvezető elmondta, továbbra is az a céljuk, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsék meg felkészüléshez és a versenyeztetéshez a megye több mint 150 sportszervezete számára. Több szomszédos országból is jelentkeztek már az idei 14. Szabolcs kupára. A megmérettetésre a szépségipar minden területéről érkeznek versenyzők, akik országosan is elismert, neves szakemberek zsűrizésére számíthatnak. A szervezők kiemelték, a nevezés még jelenleg is zajlik, az eseményt pedig új helyszínen, a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban rendezik meg február 14-én. Idén 14. alkalommal rendezik meg a Szabolcs Kupa nemzetközi szakmai versenyt. Ebben az évben új helyszínen, a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Tavaly 234 nevezés alapján 173 versenyző vett részt a versenyen. Ők fodrász, kozmetikus, valamint műkörömépítő és díszítő kategóriában indultak. Idén eddig utóbbi csoportban jelentkeztek a legtöbben. 3 kategóriában indulnak a versenyzők, a tanuló, a felnőtt és a mester kategóriákban. Ez nagyon fontos, hiszen a szakma jeles képviselői vagy zsűritagként, vagy versenyzőként vesznek részt, illetve a tanulók azok, akik most sajátítják el a szakmát, azok a felnőttekkel, mesterekkel együtt versenyezve, illetve egymás technikáját ellesve vehetnek részt ezen a megmérettetésen. Ez nagyon fontos azért, mert az új trendeket megláthatják, nagyon sok új technikát sajátíthatnak el egymástól. A szakmai versenyen való megmérettetés akár egy későbbi európai vagy világversenyen nagy segítséget jelent, hangzott el a rendezvény hivatalos tájékoztatóján. 2016-ban a versenyszámok kiírását sok esetben a riói olimpia hangulata inspirálta. Az alkalmismin kategóriában a Cosmo Girl a versenykiírás, ez egy kicsit ilyen plakátfotóra készítendő alkalmisminket takar, de hát természetesen mindenki, amit a fantáziája enged, azt fog a színpadon, illetve a páston készíteni. A leglátványosabb kategóriánk az a fantáziasmink minden évben. Itt az arc, a dekoltázs és az egyik kar festhető, és természetesen mivel itt nagyobb felületen készülnek a sminkek, erre több idő is van, és természetesen többféle anyagfelhasználási lehetőségük is van. Teszem azt például tollak, strasszok, díszek, itt már a műszempilla is kötelező, és hát természetesen ezáltal ez nagyon látványossá válik. A műkörmösök az építő versenyszámban tanuló és felnőtt kategóriában indulhatnak majd.
Belés és porcelán építést kell elvégezniük. Itt francia körmöt kell a lányoknak építeni, a versenykiírásnak megfelelően. Díszítő kategóriában az egyik versenyszámban indult tanuló is felnőtt kategória. Itt igazából a lányok a művészi hajlamukat, kreativitásukat jeleníthetik meg az alkotásaikban, és van egy 3D nevezetű versenykategóriánk, amiben otthon elkészített műkörmöket készítenek a lányok. Idén trendfotó kategória is indul, ahol az elkészült alkotások fotóit értékelik majd. A versenyzőket szakmák szerint díjazzák, első, második, harmadik helyezett, valamint külön díjra is számíthatnak a legtehetségesebbek. Az érdeklődőket ingyenes belépéssel, délután színpadi produkciókkal, valamint 11 szépségipari cég kiállításával várják. A hónap műhelye címet kapta decemberi eredményei alapján a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület. Az elismerésre a legjobb utánpótlás nevelő egyesületek, szakosztályok pályázhatnak. A nyíregyházi lövők közül Agárdi Vilmos az elmúlt héten kiharcolta az Európa-bajnoki szereplés jogát. A Magyar Olimpiai Bizottság, az utánpótlássport.hu és a Decathlon Magyarország 2013-ban alapította a díjat, amelyet a legeredményesebb, legmagasabb színvonalú szakmai munkát végző utánpótlás műhelyek kaphatnak. Havonta egy kuratórium választja ki a jelöltek közül a legjobbat, mellette közönségszavazáson is részt vesznek az érintettek. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület decemberi eredményei alapján utóbbi kategóriában végzett az élen. A decemberi hónapunk az nagyon sikeres volt, hiszen először is a Heraklész döntőjén három fővel indultunk, ahol az első három helyezettben két fő végzett, valamint a serdülő országos bajnokságon három arany, két ezüst, két bronz és egy negyedik helyen zárultunk. Ez azért nagyon fontos, mert hogy a 150 egyesületből mi lettünk az elsők a lövész egyesületek között. Ott volt Vareha Attila, aki légpisztoly 40 lövésben ért el második helyezést, ifjú tehetségeink 20 lövésben Vaskó Fanni, Torkos Anetta, valamint Pál Panna együttesben, és hát természetesen a fiú csapat Kis Attila, Olá János és Vareha Attila összeállításban, a Heraklészban pedig természetesen a nagyobbak is részt vettek, Agárdi Vilmos és Vareha Attila személyében. A nyíregyházi lövők számára eredményesen indult a 2016-os esztendő is. Ebben a hónapban már két Európa-bajnokság válogatónk volt. Ugye februárban rendezik meg Győrben az Európa-bajnokságot, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy fővel már biztosan részt veszünk, Agárdi Vilmos személyében. A másik főért, Vareha Attiláért még szurkolhatunk. Jövő héten kezdődik az országos bajnokság, nagyon kicsivel van lemaradva a harmadik helyért. Reméljük, hogy két fővel tudunk részt venni. Az NPL-e ebben az évben nemzetközi versenyt is rendez, mellette az országos bajnokságokon igyekeznek minél több érmet gyűjteni az egyesület képviselői. Folytatódik a családi kupa sorozat, amelynek segítségével a kívülállók is bepillanthatnak a lövészet kulisszái mögé. Nem tervez jelentős változtatásokat Kvaka Árpád, a Magyar Labdarúgó Szövetség új Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatója. A sportvezető kérdésünkre elmondta, továbbra is az a céljuk, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsék meg felkészüléshez és a versenyeztetéshez a megye több mint 150 sportszervezete számára. Január 1-től Kvaka Árpád az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatója. A sportvezető játékosként, edzőként, újságíróként, vezetőként hosszú ideje kötődik a sportághoz. Véleménye szerint az eddigiekhez képest nincs jelentős változtatásra szükség a testület irányításában. Országos szinten egy nagyon jól működő megye vagyunk. Annak ellenére is, hogy talán a harmadik, negyedik legtöbb csapat létszámmal rendelkezünk is, mint tudjuk, azért teljesen más egy olyan megyei igazgatóságon a problémák, és hogy egy olyan helyen dolgozni, ahol 40 csapata van a megyének, vagy más, ahol nekünk a különböző utánpótlás csapatokkal és egyesületekkel együtt több mint 150 sportegyesületünk van, tehát teljesen mások a feladatok, az elvárások és az egész szervezési feladat. Én azt hiszem, hogy gyökeres változásra nincs szükség, nem hiszem, hogy szükség lenne. Szerintem jól működnek mind a felnőtt bajnokságaink, mind az utánpótlás bajnokságaink. A téli holszezon is mozgalmas az igazgatóságon, jó néhány női utánpótlás és felnőtt tornát szerveznek a megyebeli csapatok számára. Természetesen nagypályás csapatokra is gondoltunk, egyrészt egy kispályás
tornával, ami mindig nagyon jól sikerül, és nagyon jól segíti a téli felkészülést, hiszen ilyenkor egy másfél hónapos szünet után most találkoznak egymással a csapattársak, és ez egy nagyon jó ráhangolódás a kemény téli munkára. Ugye gondolok itt a harmadik Nyírerdő kupára, amely 38 csapattal indult el, ugye most hétvégén voltak a 8-as döntők, és ezen a hétvégén lesz a 8-as döntő, tehát a 8-as döntők voltak most, és most lesz a 8-as döntő a Filófoci csarnokban január 31-én, illetve be fog indulni majd január 29-én Nyírbátorban, már negyedik alkalommal a nagypályás műfűes torna, úgyhogy ott most 15 csapatra gondoltunk, és 15 csapatnak a felkészülését tudjuk ezzel segíteni. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon sok munkánk van ilyenkor, amikor elméletileg holt szezon van. Ráadásul most ugye februárban indul majd be az átigazolási időszak. A megyei bajnokságokban február utolsó hétvégén indul majd útjára a labda. A három osztályban több mint 130 csapat lép hétről hétre pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Tavaly havonta átlagosan több mint 32 ezeren vettek részt közfoglalkoztatásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, derül ki a Belügyminisztérium adataiból. A legtöbben az úgynevezett járás és tart munka mintaprogramban vettek részt, azon belül is a mezőgazdasági munkákban. Az országos közfoglalkoztatási programot megvalósító Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnál pedig most is jelentős a létszám, mintegy 2100 főt foglalkoztatnak. Február 1-ig még kérhető, hogy az adóhatóság készítse el az SZIA bevallást. A magánszemélyek többféle bevallási forma közül választhatnak, ezekről a napokban folyamatosan érdeklődnek az adóhatóságnál. A NAV Nyíregyházi igazgatóságán a munkáltatók számára tartottak tájékoztatót. Annak érdekében, hogy minél több foglalkoztatott, a számára legelőnyösebb formát válassza, és a bevallást hibátlanul határidőre teljesítsék. Jól teleltek az őszi vetések, kedvez az időjárás az éppen aktuális mezőgazdasági munkálatok megkezdéséhez. Tájékoztatta televíziónkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, jelenleg a meccések folynak, de hamarosan megkezdődhet a földek trágyázása is. A Kölcsei Televízió hírműsorát látták szerdán, friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket, tudósításaink pedig elérhetőek honlapunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kissé megélénkül a délnyugati szél, ennek hatására az országban egyre több helyen lesz szakadozottabb a felhőzet, enyhébb az idő, éjjel jobbára borult, párás, ködös idő várható, szitálás előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig -1 fok körül alakul. Holnap napközben a régió nagy részén marad a borult, párás idő, legfeljebb az északi középhegység déli előterében szakadozhat fel a felhőzet, jelentéktelen szitálás továbbra is előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3-5 fok között alakul, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban az évszakos átlagnál kissé enyhébb időre számíthatunk, de többfelé párás, néhol ködös marad a levegő, pénteken több helyen előfordulhat eső, ezt leszámítva vasárnapig csak szitálása, hajnali időszakban ónos ködszitálás lehet. Vasárnap egy újabb csapadékzóna vonul át az országon, ami mögött feltámad a nyugati szél, ezzel együtt még enyhébb levegő érkezik fölénk. A jövő hét első napjaiban szokatlanul enyhe, kissé szeles időben lehet részünk.